Ezen az órán a háromszög szerkesztésével fogunk foglalkozni, méghozzá az adott három oldal, abból a három oldalból hogyan szerkesztjük meg a háromszöget. Következőképpen járunk el, ugye először is a szerkesztéshez, ugye kell nekünk egy vonalzó és egy körző. Az első lépés az adatfelvétel. Itt vesszük fel tulajdonképpen az adatokat, a három oldalt. Egy oldal, két oldal és a három oldal. Ugye ez három szakasz. A, B és C-vel jelöljük. Következő lépés, a második, ez a vázlat. Fölveszünk egy egyenest, azon kijelölünk egy pontot, ebbe a közőnyílásra veszik az A oldalt, beszúrjuk ide a körzőnket, körzünk A-val, majd ezután közőnyílásra veszik a B-t, beszúrunk az A szakasz egyik végpontjába, körzünk innen, majd ugyanígy a C-vel is eljárunk, körzőnyílás veszik a C-t a másik végpontba, és körzünk úgy, hogy metszi a B oldalnak a körívét, és amikor megvan ez a meccéspont, akkor a szakasz, az A oldal szakaszunk két végpontjával ezt össze is kötjük. Hát így fog ez kinézni, ez a háromszög szerkesztése. Na nézzük meg akkor hogy tudjuk megcsinálni körzővel és vonalzóval. Hát ahogy említettem, ugye először felveszünk egy egyenest, fogjuk a kis körzőnket, körzőnyílásra veszik az A oldalt, itt kijelöltünk ugye egy pontot, és rámérjük így az A oldalt. Itt már oda is írhatjuk, hogy ez lesz az A oldalunk. Ezután jön a B oldal, ezt is közőnyílásba vesszük. Innen körzünk B-vel, majd jön a C oldal. Így van. Ezt is ugye beszúrjuk az A oldalnak a másik végpontjához, majd körzünk, és ahol metszette, ott lesz tulajdonképpen a háromszögnek a harmadik csúcsa. Fogjuk, és a harmadik csúcsot összekötjük az A oldalunk két végpontjával. Hát ugye ez normál esetben vonalzóval tesszük meg, most én az interaktív tábla segítségével ugye oldottam meg, és akkor ez lesz kérem szépen a B oldal, ez pedig a C oldal. Annyit még elmondanék itt, hogy a háromszög oldalának és szögének az elbetűzése az úgy fog kinézni, hogy a C oldallal szembe lesz, ugye nagybetűvel írjuk a C csúcs, itt lesz a gamma szög, a B oldallal a B csúcs, itt lesz a béta szög, A oldallal szembe az A csúcs, és itt lesz az alfa szög. Akkor ennyi volt a háromszög szerkesztése a három oldal segítségével. Én elköszönök nektek, pedig további jó munkát kívánok!